Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Egyenleg című sorozat műsorunk újabb adását látják, melynek témája a kultúra. Mi más is lenne abban a városban, amely nagy lendülettel készül Európa kulturális fővárosa lenni 2010-ben. Arra kérem Önöket, hogy tartsanak velünk most is, és tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, vagy írják meg véleményüket az itt látható elérhetőségeken. Az SMS számunk 3030140 a T-Mobil rendszerében, illetve az e-mail címünk forum@spacetv.hu, de telefonálhatnak is az 510-008-009-es telefonszámokon. Kollégáim várják az Önök hívását, és aztán majd meglátják véleményüket a képernyőn. Szeretettel köszöntöm ma esti beszélgető partnereimet, dr. Better Zoltán, az SZDSZ városi elnökét. Jó estét kívánok! Meixner Andrást, a Közgyűlés Kulturális Bizottságának elnökét az MSZP képviseletében, Pécsi Közgyűlésről van szó természetesen, dr. Gáspár Gabriellát, frakcióvezető helyettest, a Megyei Kulturális Tagozat elnökét a Fidesz képviseletében, Zsigmond Attilát, az MDF országos elnökségének tagját. Köszönjük kívánok! Még egyszer köszöntöm Önöket, tehát ne felejtsék el, hogy nyugodtan írjanak, SMS-ezzenek, alapdíjas minden szolgáltatásunk, nem ezen akarunk meggazdagodni, szerintem nem is fogunk. De félre a tréfával, most elsősorban nem a kultúra finanszírozásával kezdenénk a beszélgetést, hanem ha megengedik egy aktuális hírrel, amely arról szól, hogy ma írták alá a megbízását annak a társaságnak, amely vezényelni fogja az Európa Kulturális Főváros projektet. Ezzel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy ez az a hír, amely annyira felbolygatta az ősszel a közvéleményt, hogy az elmúlt 4 év áttekintését talán most kezdjük akkor fordított kronológiai sorrendbe és a legközelebbi eseményről. Az Önök véleményére lennék kíváncsi, mennyire bátor vállalkozás ez az Európa Kulturális Főváros, mi lesz ebből Pécset, mit fog ez hozni a kultúrának? Most nagyon sok kérdést tettem föl, de hát lehet szabadon választani. Ha már a bátorságról van szó, akkor már csak azért ismer ez egyfajta MSZP szlogen is mostanság, de azt gondolom, hogy tényleg kellett bátorság ahhoz, hogy Pécs bevállaljon egy ekkora programot, és ahhoz is kellett bátorság, hogy az elején, amikor még a kultúrfőváros program a szóba került, akkor kizárólag Budapesttel került összefüggésbe, hogy fölmerjük vállalni azt a, mondjam így, hogy párbajt, amely Budapest és Pécs között a kezdeti időszakban elindult. Sokan bíráltak bennünket, de nagyon sok támogató is volt. És azt gondolom, hogy végül is ez a program sikerrel járt, és ez nem csupán Pécsváros sikere, úgy gondolom, hanem a regionalizmus sikere az ország eddigi, hát egy központuságával szemben, hogy itt a kultúrában sikerült ez az áttörés, mert hogy ez szerintem az, az talán nem is véletlen. Jól tudom, akkor az SZDSZ is nagy támogatója volt a programnak, hiszen a kultuszminiszter SZDSZ-es. Hát kezdjük ott először a dolgot, hogy én most idejövet lementem a pincébe, és találtam egy 2002-es újságot. Ez a 2002-es választási programunk, önkormányzati választási programunk, és ebben, hát nem tudom, megkérhetem a főszerkesztő urat, hogy ezt elolvas ezt az egy mondatot belőle, amit én itt kiemeltem. Felolvashatom? Megpályázzuk az Európai Kulturális Főváros címet. Ezt ki mondta? Ezt mondta az SZDSZ önkormányzati programja 2002-ben. 2002-es választásokkor. Nos, nem azt akarom mondani, hogy egyedül a mi fejünkben született meg ez a gondolat. Természetesen itt ez már jelen volt a városban és a régióban. Nem is azt akarom itt ezzel mondani, hogy pártalapon itt megosztottak volna, mert éppen ellenkezőleg pártalapon összefogás volt e tekintetben is, és természetesen a városnak a nagy bátorságára szükség volt. Tehát azt gondolom, hogy hát igazából, hogy milyen nagy bátorságra volt szükség, az csak ezután fog kiderülni a megvalósítás szakaszában. Hát majd mindjárt belekérdezünk akkor ebben a megvalósításba. Igen, parancsol. Hát véleményem az, hogy nyilván önök is tudják, a nézők is tudják, hogy ebbe az LKF pályázatba kivételesen konszenzus volt az ellenzék és a kormányzó koalíció között, tehát mindannyian akartuk ezt. Én nem is azt mondom, hogy ehhez bátorság kellett. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon szükséges valami volt, tehát nem bátorság kérdése ez. Ebbe nagyon fontos volt belevágni, és muszáj volt. Ugyanis, ahogy ezt a pályázat is egyébként megfogalmazta, ez a város politikának egyfajta kulturális átdefiniálását
hozhatja magával. Nem biztos, hogy hozni fogja magával, de hozhatja magával. És ez az, ami fontos ebbe a pályázatba véleményem szerint. Továbbá még az, azon kívül, hogy most Uramisten győztünk állapot van, ezen kívül olyan szellemi erők mozdultak meg a városba, amik egyébként nem aktivizálódtak volna. Tehát úgy érzem, hogy mindenki, akinek fontos a kultúra ebbe a városba, az elkezdett mozgulódni, elkezdett proaktívvá válni. És ez az, ami nagyon fontos, és a beruházásokon túlmutató kérdés. Parancsolj. Hát én, mint egyedüli ebbe a vitában, egyedüli nem pécsi, így azzal kezdhettem, hogy én gratulálok Pécsnek, hogy elnyerte ezt a lehetőséget. És azt is elárulom, hogy én drukkoltam annak, hogy Pécs nyerje. Ezt nem azért mondom, mert most itt ülök, hanem ez tényleg így volt. És nagyon örülök annak, hogy nem Budapest, mert nem lehet mindig egy kapura játszani. Ami pedig a bátorságot illeti, és az ezzel járó kockázatot, mert természetesen kockázatvállalás, aki nagyon aggódik, az nézze meg például, hogy Grácz mit profitált abból, hogy ő lett egy időben, egy bizonyos ponton az Európai Kulturális Főváros. 2 évvel ezelőtt eljutott. Igen. Aki 15 évvel ezelőtt járt Grácsba, és most megy oda, az pontosan érzi azt, hogy mire vitte ezzel. Ez olyan, mint egy kis olimpia. Ha ezt jól csinálják, akkor ide özönlik a nép. Ami pedig a dolog összefogás jellegét illeti. Én azt gondolom, hogy abban nyilván egyetértés volt, hogy legyen ez. Mert ez nyilvánvalóan a város alapvető érdeke. Én azt hiszem, hogy nagyon izgalmas kérdés lesz az, hogy a programok kidolgozásában, a rendezvények eldöntésében, a fejlesztések eldöntésében valóban pártsemlegesen együtt tud dolgozni a 4 párt a város érdekében, tehát a város összefog és csinálja ezt, vagy pedig nem, én hiszem, hogy igen, mert ez csak is kizárólag így képzelhető el. Végezetül pedig annyit, hogy abban reménykedem, és ezt örömmel hallottam, hogy mennyi szaktekintély mozdult meg, hozzáértő ember, akinek ötletei vannak, hogy mit kéne, hogyan kéne csinálni. Valóban régen volt ilyen aktív a pécsi értelmiség. Tehát a pécsi, meg kell kérdezni a szakembereket, hogy mit kell csinálni. Ne a politikusok találják ki, hogy mi történjen a városban. Bocsánatot kérek a politikus társaimtól itt, de hogyha itt helyettem egy helyi MDF-es politikus lenne, az önmagára értve is mondaná ugyanezt. Azért érdekes ez a kérdés egyébként, hogy mennyire sikerült bevonni a gondolkodásba az értelmiséget, hiszen ha jól emlékszem, akkor az építészkamara egész markáns véleményt fogalmazott meg a kulturális fővárossal kapcsolatosan, amire egyébként végül is a városvezet is nyitott lett, és egy nagy vita során megegyezés alakult ki. Így van ez? Hát bizonyos pontokban igen, bizonyos pontokban pedig nem. De ez nem baj. Tehát én azt gondolom, hogy nem okvetlenül az építészeknek kell meghatározni a város építészeti arculatát sem. Nekik kell megtervezni, de valahol a megrendelő mégsem az építész társadalom. Tehát ezért a kettőt azért egymáshoz közelíteni kell. Van vitánk velük, és ez nem baj. Az sem baj, hogyha adott esetben a különböző pártok vagy különböző civil szervezetek másként ítélnek meg egy beruházást, vagy egy programot az egyik szívéhez közelebb állónak érez, mint a másik. Sir Bob Scott, a liverpooli programmenedzser mondta nekünk azt, hogy azért ne féljünk attól, hogy fölvállaljuk a konfliktusokat, mert mindenkinek úgysem lehet eleget tenni. Tehát ezt valahol el kell döntenie valakinek. Most azért fontos, hogy egy olyan struktúra álljon fel, ahol azért az objektivitás uralja a döntések zömét, mert tehát a szubjektivitást azt egyetlen egy bizottság esetén se lehet kizárni valamelyest, de legalább törekedni kell arra, hogy minőséget produkáljunk, olyan különlegességet, amelyre Európa ide figyel, mert olyat, amiből 12-1 tucat nem nagyon érdemes csinálni, lehet, meg adott esetben kell is, mert hozzászokott a közönség elvárja, de néhány olyan programot egész biztosan kell, amiről majd beszélni fognak, mert ettől lesz ez a program az, amit várunk, amit Zsigmond úr is mondott, hogy itt
egy turista tömeg indul el Pécs felé, és itt tulajdonképpen ettől fakad, vagy ebből fakad az a gazdasági fellendülés, amely aztán később érezhetően Pécs városának nem csak 2010-es évet, hanem az utána következő évtizedet is meghatározza. Az előbb arra szerettem volna reagálni, hogy valóban, amit a Zsigmond úr kezdett el mondani, hogy valóban a megvalósításba is tovább, hogy mondjam, gyümölcsözően együtt tudunk-e működni, és hát már most látszanak azért arra a jelek, hogy itt a kék égen némi felhők mutatkoznak. Tudnélik, nagyon nehéz ez a fajta együttműködés, hiszen a Fidesz ellenzékben van. Ez nyilvánvaló, az a dolga, hogy kritizáljon. De most itt nem a kritikai szereplő van szó, hanem arról, hogy miként vegyen részt ugye azokban a szervezetekben, akik a programokat meghatározzák, vagy éppen a pénzt ugye a pólus program körül szerveződő konzorciumba. Az a helyzet, hogy ellenzékiként, ugye politikai delegáltként tudunk csak megjelenni a különböző testületekbe. Volt is egy ilyen irányú kívánalmunk, hogy a programtanácsba, tehát ugye a programot szervező intézmény programtanácsába kapjunk egy helyet, mivel hogy ott az irányító testületben nem igazán, mert most más a szintje. Most belekerült a pólus, amiről még nem beszéltünk, most csak az Európa Kulturális Fővárosról, ami része a pólusnak, de ez elég bonyolult tud lenni, ezt igyekszünk meg. De nem akarom én a pólust ide keverni, csak annyit, hogy maga a programtanács, ugye, ami értelmiségiekből áll, és e tekintetben az alpolgármester asszony azt mondta, hogy hát be kéne venni az ellenzéket. Azonban erre az a válasz történt, hogy kérem szépen, mi szakmai testület vagyunk, ne jöjjön ide a politika. Ami megint csak egy nagyon érdekes farizeus mentalitás, hiszen magában a programtanácsban legalább két politikus van, akinek egyébként van egy normális emberi szakmája is, ahogy nekem is, az Andrásnak is, meg mindannyiunknak. Tehát azon túlmenően. Tehát az az érdekes, hogy egyik esetben, bizony, hogy az egyik esetben az ember, azok csak politikusok, a másik meg nem politikus, mert egy szakmai szerepben van. Én azt gondolom, hogy az emberek egyek, tehát ne legyen egy ilyen skizofrénia, hogy most csak azért, mert valaki politikus, akkor már nem is szakember, vagy a másik éppen a szakember arcát veszi elő, de egyébként politikus. Szóval ez egy sajátos dolog. Ezen bizony-bizony a megbicsaklik néha az együttműködés. Hát lehet még máson is megbicsaklani, hiszen, ahogy Zsigmond úr mondta, és ha megengedik, akkor egy kicsit ezen a csapáson maradnánk itt a pártok együttműködéséről, és térjünk országos politikára, hiszen mégiscsak az országos választások közelegnek nem sokára. De egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi történik akkor, ha mondjuk nem szocialista kormány alakul. Mi történik ezzel a projekttel? Ezt valakinek támogatnia kell akkor is, hogyha akármi történik, hiszen 2010-re komoly vállalkozások vannak. Most ez szocialista kormány van. Koalíció. Akkor ilyen értelemben azt hiszem érintettként megint csak kell, hogy szóljak. Tehát a Fidesz tartott ezzel kapcsolatban egy sajtótájékoztatót, nem tudom mennyire volt az publikus. Hát ott elhangzott, és ez nyilván a pártelnökünk szavait is idézte akkor ott Páva Zsolt, azzal, hogy természetesen a Fidesz, hogyha a kormányra kerül, akkor támogatni fogja az Európa Kulturális Főváros projektet. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor nyilván nagyon komoly baklövést követ el, de ezt nyilvánvalóan megteszi. Miért ne tenné meg? Ez csak a választás után fog kiderülni. Ez bizony, csak egy a gond, és megint nem akarok előre rohanni, hogy megvan az NFT 2. Ugye tudjuk? És most nem a kampányról akarok beszélni, hogy most az MSZP ezzel kampányol, vagy nem. Tehát nem erről kívánok most beszélni, hanem az nemzeti fejlesztési terv. Nemzeti fejlesztési terv 2-be alig van a kultúráról valami. Az, hogy egy csomagban benne lenne az Európa Kulturális Fővárosa, az végképp nem fordul elő benne, de nem fordul elő benne a kultúra sem, csak a turizmussal és idegenforgalommal összekapcsolt értelemben. És ezt látom én problémának, mert legyen bármilyen kormány, amennyiben a nemzeti fejlesztési tervet szem előtt tartja, és abban vannak pénzek, ugye kohéziós alap, struktúra, alapok, egyebek. Innentől honnan lesz rá pénz? Azt kérdezem, honnan? Bocsánat, Zsigmond úr jelentkezett előbb, utána adom ide szót. Én azt gondolom, hogy kutya kötelessége, bármilyen kormány lesz a választás után, kutya kötelessége ezt a projektet továbbvinni, mert meggyőződésem, hogy természetesen Pécs elsősorban saját magát fogja megmutatni, de Magyarországot fogja megmutatni. Ezt az országot azért nem várható el az, hogy Pécs saját erőből kínlódja ki az ehhez szükséges feltételeket, körülményeket és minden. Tehát én el sem tudom képzelni azt, hogy bárki nyeri a választást, ezt az európai döntést, elfogadást
ne folytatná, ne fejlesztené, ne bontaná ki 2010-re. Parancsolj. Brette Zoli is jelentkezett, de akkor hadd ragadjam magamhoz a szót, két összetevőt legalább szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy elkészült a kormánnyal az a megállapodás tervezet, ami a finanszírozást illeti. Ennek nyilván még finomítását meg kell tenni, de ezt márciusban szeretnénk aláírni. Polgármester úrral beszéltem ma, tájékoztatott arról, hogy ez az anyag elkészült. Ez mekkora összegről szól, ha nem titkos? Ez nem titkos, ez tulajdonképpen arról a 36 milliárd forintos fejlesztésről szól, illetve programtámogatásról, amely konkrét összegét nem tudom megmondani, de amely több összetevőből áll. Többek között én magam részéről tegnap tárgyaltam Harsányi úrral, a Nemzeti Kulturális Alap elnökével, a programtámogatás mikéntjére vonatkozóan, ebből az alapból is fogunk kapni támogatást, főleg a felvezető évek időszakára, amire a kormány még nem vállal garanciát, de ennek a kormánnyal történő szerződésnek a keretében nyilván a 2010-es év programköltségeire is ki kell térni, hiszen milliárdos nagyságrendű pénzről van itt is szó. Bocsánat, nem kérkezkednék, csak nem értem. Tehát ez a 36 milliárd, ez mikorra szól? Ez mostantól 2010-ig, vagy 2010-re, vagy 2010 utánra? Ez a 2010-ig történő fejlesztéseket, hát tehát gyakorlatilag így van. Tehát a pályázatban beadott projekteknek a financiális hátterét tulajdonképpen 2007-től teremti meg a Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül. Tehát ez egy olyan fejezet lesz, amit még be fognak emelni. Tehát ennyit szeretnék hozzátenni ahhoz, hogy nincs... Nagyon hamar elérte, Gabi, ezt nagyon hamar elérte, gratulálok. Minden így menne. Reméljük, hogy erről tud a kormány is. Igen, Kis Péterre, bocsánat, és nem akarom elvenni a szót. Ja, igen, bocsánat, csak annyit, hogy Kis Péterrel, a kancellária miniszterrel tárgyalt Kunsz Márta, alpolgármester asszony a múlt héten erről. Tehát itt van tulajdonképpen az a megállapodás, amelyik ezt a nemzeti fejlesztési tervet majd kiegészíti ezzel a kulturális főváros projekttel. Hát ugye mindenki azt várta, hogy majd emellé odaáll a kormány, tehát azért ez egy abból a szempontból kielégít egy elvárást. Parancsoljon. Igen, hát két dolgot szeretném mondani, az egyik az eredeti kérdés, a válasz, hogy ugye ez nem a Nemzeti Színház, hogy egyik nap tesszük, aztán másik nap meg átviszük egy másik helyre. Ez egy Európai Unió által odaítélt cím, amit nem lehet ide-oda hordozni zsebben, tehát ez megvan. Ezt nyilván akkor a mindenkori kormánynak ezt figyelembe kell vennie, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, akármi is történik a választások után, senkinek nem érdekeit helyben, nem csak az előzetesen kinyilvánított szándékok folytán, senkinek nem érdeke az, hogy egy ilyen fantasztikus fejlesztési lehetőséget kihagyjon. Bárki is lesz kormányon vagy önkormányzaton jövő novemberben, abszolút érdeke azt, hogy ezt végigvigye ezt a programot. Három. Azon az egy örvendetes fejlemény, amiről itt Megszne András elnök úr beszámolt, hogy itt egy ilyen dokumentumot alá tudunk írni, hogy a fejlesztésnek, vagy a beruházáshoz a kormány, vagy az állam hozzájárul. Rendben van. A kérdés az valóban ott kezdődik, ahol itt a félreértés is adódott egy adott pillanatban, mi lesz utána. Ugyanis az alapkérdés ennek az egész projektnek nem csak az, hogy most mi lesz 2010-ben, hanem mi lesz utána. 2011-ben hogy ez egy, én ezt úgy fogalmaznám, hogy egy óriási beruházási program, ami most elindul, kulturális és turisztikai és egyéb beruházási program, amelynek fenntarthatónak kell lennie. Úgy fogalmaznék, hogy fenntartható kulturális fejlődésbe ruházunk most be. De miért nem ilyennek terveztük? Várjunk egy kicsit, ez az nem olyan nagyon egyszerű, ez a kérdés. Ugyanis, és ezen mindenki, minden egyes városban, nemzetközi tapasztalat is, hogy mindenki szembesül. Olimpiák rendezői szembesülnek vele, akkor futball világbajnokságok szervezői szembesülnek vele, megépítik a stadionokat, utána ennek a kihasználtsága. Megépítjük 7 milliárdból a koncerttermet, mi lesz itt utána? Ez egy kulcskérdés. Kulcskérdés az, azt megvitatni, hogy adott esetben az államnak van-e szerepe eme kulturális intézmények fenntartásában. Hadd mondjak egy példát. Egy koncertterem
vagy bármilyen ilyen nagy kulturális beruházásnak a 10%-a körülbelül az, ami utána a működtetés. Tehát, hogyha ez 7 milliárdba kerül a koncerttelem, akkor durván úgy kell számolni, hogy évi 700 millióba fog kerülni a működtetés. Irdatlan mennyiségű pénz, ha csak a jelenlegi helyzetünket nézzük, akkor azt kellene, hogy mondjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy feladat lesz. Van az államnak feladata ebben a dologban? Összekapcsolnám a kérdést avval, hogy lehetne regionális feladat, mint hogy ez egy regionális program. Közigazgatásunk felkészült arra? Ha nincs regionális közigazgatásunk közül. Összefügg a dolog adott esetben, hogy részrehozunk egy regionális önkormányzatot, amelynek kvázi államként szerepe van ebben a regionális projektben. És tovább is lehet sorolni azokat a kérdéseket, amelyek a fenntartható kulturális fejlődésnek a kérdései. Ezeket már most érdemes megvitatni, én nem gondolom azt, hogy most el lehet egy csomó mindent dönteni ezekkel kapcsolatosan, de minden esetre ezekre, és ebben a dialógusnak folytatódnia kell 2010-ig, és azon túlmenően. Javasolnám a vitát ebben az ügyben, hiszen eltérőek a pártok elképzelései egyáltalán a kultúra finanszírozásáról. Mondom, a Fideszét nem sikerült kiderítenünk valamiért, de az SZDSZ-é az konform azzal, amit Vetter Zoltán mondott, az MSZP pedig azt mondja, hogy a kultúra finanszírozás új formáit alakítaná ki, és az MDF pedig szabadságot és függetlenséget kíván a magyar kulturális biztos alapot jelentő költségvetési pénzügyi adóügyi környezetet. Tehát önök az adó kedvezmények oldalán fognak meg a dolgot. Hát akkor tessék. Jó. Én még akkor arra reagálnék, amit az Oli mondott. Én nem tudom, hogy ezt fenntartható kulturális fejlődésnek kellene nevezni. Én szerintem az intézmény fenntartás az nem fenntartható kulturális fejlődés, mert az az intézmény fenntartás. Tehát bocsánat, tehát az intézmény fenntartás és a fenntartható fejlődés, a fejlődés a sok összetevői. Most bocsánat, nem, tényleg nem akarok itt kekezkedni. Olyan szívesen csak, folytatnék szemantikai vitát, de nem hiszem, hogy lázba hoznánk. Az egy kicsit azért komplexebb annál, hogy egy város fejlődése kulturális értelemben fenntartható-e vagy sem, ez egy kicsit komplexebb annál, hogy a hangverseny termet utána tudjuk-e évente 700 millióért tartani. Ez szerintem ez egy más kérdés. Ami pedig a Fidesz programját illeti, ez itt többször elhangzott, hogy a Fidesz az titkosítja a programját, hát ez valóban így van. Meg kell, hogy mondjam, hogy hosszas utánjárásra és könyörgésre azért én kaptam valamit, tehát azért nem jöttem teljesen üres kézzel. Sejtettem, hogy ilyen kérdések el fognak hangzani. Nos, elárulhatok azért annyit abból, a konkrétumok kivételével természetesen, de hogy a Fidesznek egyik központi terve a kultúrával kapcsolatban egyfajta kulturális vidékfejlesztés. Noha Budapest is szerepel benne, tehát azok a projektek, amik ebbe a ciklusba, ugye a várfelújítás, Citadella és a többi, tehát ezek is szerepelnek, most ezt mondjuk nem Pécset érinti, de ezeket szeretné a Fidesz folytatni, illetve megkezdeni, hiszen sok esetben ezek meg sem kezdődtek. Tehát ez a kulturális vidékfejlesztés, ez azt jelenteni, hogy a kultúra tulajdonképpen mindenki számára elérhető legyen. Ez a fő koncept. Tehát tulajdonképpen még kis településeken is, ahol tulajdonképpen csak egy iskola van, vagy még az sem. Nyilván ez több tekintetben kapcsolódik az elektronikai, tehát az információs társadalomhoz is valamelyest. Továbbá vannak kiemelt területek a Fidesz gondolkodásában. Most itt inkább a kultúrafinanszírozásra kellene térni, hát mert ugye most itt ez a kérdés merült fel, hogy tudom, hogy lehet tovább működtetni ezeket az intézményeket. Hát a Fidesz ezt óhajtaná, tehát a működésre többet költene, az én olvasatomban. Támogatná a sok működést. Mindent. A működést is. A működést én szeretném majd egy mondatot erre. Mindjárt csak még akkor engedjük meg a többet. Ebben vannak párhuzamoságok akkor a két gondolkodás között, hiszen az MSZP-nek is az az elképzelése, hogy regionális szintre kell levinni a kultúra finanszírozását, mint ahogy általában az MSZP pártolja a regionalizmust. És már azért is teszi ezt, hiszen a regionális helyszíneken, a végeken, hogy így mondjam, tudják azt, hogy igazából az emberek, hogy igazából mire van szükség. De most ebből fakad, hogy az eddigi Budapest központú finanszírozás, mert azért, ha megnézzük akár a minisztériumi támogatásokat, akár a Nemzeti Kulturális Alapprogram, vagy most már alaptámogatásait, akkor ennek túlnyomó többsége, ez budapesti címre ment. Az
Mondjuk lehet azon vitatkozni, hogy ebből jutott-e vidékre, mert néha ezeket aztán továbbadták, de a talpára kéne állítani ezt a piramist. Tehát nem úszhatjuk meg országos szinten sem azt, hogy vidéki nagy intézményeket központi forrásból támogassanak, hiszen a mai finanszírozási rendszer, ami az önkormányzatokra vonatkozik, az nem teszi lehetővé például egy ilyen méretű hangversenyterem finanszírozását. Meg nem is biztonságos, mert egyszerűen csak azt mondják, hogy gyerekek, nincs pénz, és akkor... Természetes, de azt még azért hozzáteszem, hogy természetesnek veszem azt is, hogy Pécsnek azért megvan itt a maga feladata az intézményhálózatának strukturális átalakításában, hiszen azért egy szétszórt, egymással konkuráló és egymással néha, hogy mondjam, nem is teljesen homogén intézményrendszerrel nem tud egy ekkora program megszervezni, ahhoz egy profi háttércsapat kell. Tehát az egész biztos, hogy a következő év, 2007-re gondolok, az arról fog szólni, hogy hogyan tudunk egy olyan megfelelő struktúrát kialakítani az intézményhálózatunkban is, amelyre építeni lehet a 2010-es programot, amely aztán majd alkalmas lesz 2010 után arra, hogy fenntartsa önmagát. Itt helyben is megvannak azok a módosítások, a módosítási igények, tehát amelyeket meg kell tennünk. Én azt gondolom erről, vagy mi azt gondoljuk erről, hogy ez nem lehet üzleti vállalkozás csupán. Nyilvánvalóan nem baj az, hogyha a bevételt termel, nem volna baj az, hogy a nullszaldós lenne, meg sok minden nem volna baj. De egy ilyen nagyságrendű, korábban nem volt beruházás, és a benne zajló programok, azok egyszerűen nem hozhatják meg induláskor teljes biztonsággal azt, amit esetleg futurológiai beleképzel valaki. Egy remek üzleti tervet nyújt be. Lehetetlen. Tehát itt párhuzamosan kell futnia nyilvánvalóan annak a szándéknak, hogy minél komolyabb szervezéssel, minél nagyobb kört bevonva, és szakmailag minél tökéletesebben csinálva, olyan műsorok és olyan produkcióknak adjon otthont ez a koncertterem, ami iszonyatos vonzerővel bír, akár Budapestről is. De nyilván nem a budapestiek fogják ezt elsősorban megtölteni. Ugyanakkor vannak át nem hárítható feladatai a költségvetésnek, és ezt muszáj felvállalnia. Ez lehet csak az alapállás. Nem lehet belemenni egy olyan kalandba, hogy létrehozni egy hatalmas és értékes intézményt, amit aztán egyszer csak tényleg széttárják a karjukat. Szeretném már mondani, hogy ezt a műsort rögzítjük. Jó, tehát... nem baj. Retterültől. Jó, hát most már lement egy kicsit a lendület. Igen, én szerettem volna egy kicsit megvédeni a nyelvi most találmányomat, de nem késő. Ugyanis kapcsolódik ahhoz, amit Zsigmond Attila is elmond. Következőről beszélünk, hogy ugye maradjunk ennél, ez csak egy példa volt ez a koncertterem, szerintem jó példa arra, hiszen iszonyatosan nagy beruházás és kérdés a működtetése. Szeretnék ehhez kapcsolódóan egy nemzetközi példát mondani. Ugye Dijonban is felépült egy fantasztikus nagy koncertterem, erőn felül azt kell, hogy mondjam, egy nagyon reprezentatív, regionálisan reprezentatív koncertterem. Az ottani régió beszállt a finanszírozásba, a működtetésbe beszállt a város, és így tovább. Ez egy gazdag vidék, nem csak a Mustár, nem csak a Mustár, hanem a bor is ott borok is teremnek arra. Igen ám, de kiderült, hogy így sem elegendő a dolog. Egyszerűen kínlódnak, vagy kínlódtak sokáig ugye avval, hogy hogyan lehetne ezt az intézményt fenntartani. Tehát még azzal együtt is mondom, hogy több oldalról kaptak úgymond állami vagy önkormányzati finanszírozást, úgyis nehéz volt a fenntartása. És akkor ugye jöttek az ötletek. Az egyik ötlet az, hogy ez a koncertterem azt mondta, hogy hát például lemezgyártó cégeknek lehet ezt eladni, ott készüljenek a koncertfelvételek, mert abból nagy bevételek vannak. Tehát nem közönséggel, nem feltétlenül csak programmal megtölteni, hanem ott legyen a lemez készítés. Ez felvetette egy dilemmát, amire szerencsére ők előre fölkészültek, hogy például ők akkor a lozánni koncertteremmel kell, hogy konkuráljanak. Igen, tehát nekünk egy olyan minőséget kell produkálni, még akár még többletbefektetéssel is már most,
hogy arra gondoljunk, hogy ez a működtetés fogja majd segíteni. Tehát itt nekünk a befektetési oldalon már egy kicsit többet kell nyújtani, fel kell készülni arra, hogy mi lesz akkor majd a hasznosításnál. Tehát amikor én azt mondom, hogy fenntartható kulturális fejlődés, akkor azt mondom, hogy bővül. Tehát itt nem pusztán intézmény fenntartásról van szó, hanem elkezdenek bővülni a város kulturális kínálata elkezd bővülni. Tehát ilyen értelemben valóban most egy fejlődési pályára fogjuk ezt állítani, ezt a dolgot, és azt kell nekünk megcéloznunk, hogy ez fenntartható legyen, és ne omoljanak össze ezek az intézmények, mert puszta intézmény fenntartással nem tudjuk őket kezelni. Szerintem folytathatjuk ezt a vitát, csak szeretném közben inspiratíve felolvasni a következő SMS-eket. Elfogadhatónak tartják-e, hogy cementgyár épül a kulturális főváros határában? A másik kérdés ugyanez volt. Megépülnek-e ezek a létesítmények? Ugye erre azt hiszem, Exner András már válaszolt is, hogy elviekben ez úgy van, hogy megfog. A 2010-es kulturális fővárosi cím elnyerésével tényleg olyan sok kulturális rendezvény, színvonalas kulturális rendezvény lesz-e? Ez egy szurkoló SMS. Kész lesz-e a Zsolnai Mauzóleum 2010-re? Természetesen nézőinket ez érdekli. A Zsolnai Mauzóleum valóban egy fantasztikus és nagy ritkaság, és Lovas Lászlóra, aki ezt gondozza, az nagy lelkesedéssel gondozza, csak úgy megjegyzem. Az iménti vitához csak annyit, hogy éppen ma tették közzé a nagy koncertterem, a fővárosi nagy koncertterem, pontosabban a Kulturpalota adatait. 700 ezer látogatója volt egy év alatt, 5 ezer rendezvényen. Azért itt ilyen számokról kell gondolkodni egy pécsi ügyben is, ami azért érdekes, mert mondjuk egy 160 ezer lakosú városban 700 ezer látogatót előállítani egy évben a koncerttermekben, ez nem egy kis vállalás. Igen, de nem is szabad Pécsre koncentrálni. A kezdetek kezdete úgy kell, hogy induljon, hogy ez egy regionális koncertelem. Tulajdonképpen mi, amikor a Kultúrfőváros programot összeraktuk, akkor eleve egy regionális programot indítottunk, és ezt tettük tulajdonképpen azért, mert az európai tapasztalatok is azt mutatták, hogy egy ilyen típusú program akkor működik jól, hogyha ez egy 3-4 millió ember körülbelül az embertömeg, amire szervezik. A gráciak mondták el nekünk a saját koncepciójukat, de ez körülbelül nálunk is igaz. Ők annyit mondtak, hogy 2-300 kilométeres sugarú körben mérhető ennek a hatása, és körülbelül 3-4 millió ember az, akit meg tudnak szólítani különböző programokra. És hát a többi az már aztán ilyen diffúz módon jön-megy, de ez az a 3-4 millió ember, akivel ténylegesen lehet foglalkozni, és a hosszú távú fejlődést, vagy fenntartható fejlődést is biztosítani tudja. Tehát ezért nyúltunk át a déli határokon, egészen Tuzláig, ezért mondjuk azt, hogy Arattól Triestig kell keresnünk azokat a de partnereket. Legalábbis Zágrábig. Azokat nem, a partnereket. Nem volt elszólás, az jó. Nem, de szándékosan mondtam. Az jó, mert a közlekedésileg jobb. Hogy tulajdonképpen úgy számoljuk, hogy 2-3 órányi autóutat meg kell, hogy érjen egy-egy jó koncert, tehát azt gondoljuk, hogy valóban Zágrábtól adott esetben Aradig számíthatunk látogatókra. És hát észak-déli irányba hasonló módon. Parancsol. Igen, közben azt szerettem volna mondani a koncertteremmel kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy a körül forgunk. Nem, ez csak egy ilyen állatorvosi lószegény, hát egyébként tényleg az, egyébként az tényleg az, magas kultúra, pont azért kellene az eredetét megvizsgálni a problémának, hogy ugye ez azért nem az EKF-ből, tehát az Európa Kulturális Főváros pályázatból fakadt a hangversenyterem, hanem abból a nagyon primér igényből, hogy a koncertlátogatóknak, Pécset, a komoly zenét szeretőknek nincs egy olyan koncertterem, ahol megfelelő az akusztika. Ilyen egyszerű. Na most erre jött rá ez a pályázat, ez egy kicsit föltuningolta, tehát egy kicsit doppingolt ez a probléma, és most ott tartunk, hogy egy ház a házban valamit készülünk építeni a Balokányba, ami nem kerül olcsóba, pláne hogyha még a környezetét is rendezzük közlekedésileg, akkor ez nagyon-nagyon sokba fog kerülni. A kérdést tehát meg lehet fordítani, tehát az eredeti funkció, az eredeti igény, hogy egy jó akusztikájú, tisztességes hangversenytermet építsünk 1000 főre, vagy 800-ra, vagy legyen 1500, körülbelül ami az igényeket kiszolgálja, akkor az elegendő lenne Pécsed. Egy olyan helyen, ahol nem megy vasút, nincs akkora forgalom, nem kell kisajátítani a környéket, és lehet is parkolni. Na most ez nem a Balokány, de én nem szeretném újra nyitni ezt a helyszínvitát, mert ez terméketlen. Csak kétségtelen, hogy így a kétszeresébe fog kerülni az egész történet, hanem a háromszorosába.
itt merülhet föl, hogy vajon megéri-e ez így ebbe a formába, de ezt is most borítékoljuk. Ez sokba fog kerülni, valamit majd csinálni. Egyébként lehet változtatni ezeken a terveken? Elvileg mindenen lehet, csak nem érdemes. Én azt, ugye a bocsánat, legelső kérdés... Bocsánat, csak levegőt vettem. Igen. Röviden befejezem. Jó, csak de, hadd mondjam. Azt akartam, csak, jó, akkor, de, akkor de nyugodtan. Csak annyit akartam mondani, hogy ha nem a Balokányba épül egy olyan húzó projekt, amely a környezetét megváltoztatja, akkor a Zsolnai gyár és a belváros közötti lerobbant területen kell átvinnünk azt a 200-300 ezer látogatót, aki a központ, tehát a város központból a Zsolnai projektben létrehozandó intézményekbe látogat. Tehát ezért mindenképpen oda kell valamit csinálni, még akkor is, hogyha ez sokba kerül. Mert csak akkor csak van esély arra, hogy a magántőke megmozdul, és a magántőke még az esetleg foltokban megmaradó rossz helyzetű helyeket, hogy így mondjam, felhozza megfelelő szintre. Ez a Zsolnai utcának az északi oldal. Jó, ez amit az András mondott, ez körülbelül egy 20 éves projekt, tehát olyan szempontból, hogy még a környezet utána fog, tehát magyarán úgy fogunk állni 2010-ben jó esetben, hogy ott fog állni egy csodálatos hangversenyterem, olyan nagyjából a Bogáca közepén, reméljük, hogy addigra már mindenki lesz sajátítva, meg le lesz gyalul, de attól még nem fognak megépülni azok a nagy társasházak ott a mostani szlömös rész helyén, azért ebben maradhatunk, tehát azért ez egy jó 20 év, míg az az egész úgy rendeződik, tehát ez 2010-re nem áll elő. Ezért vetettem én föl, bocs, a 10-es tömböt. Tényleg ne nyissuk meg ezt a vitát. Igen, hogy a 10-es tömb az ugyanúgy lezárná azt a szakaszt. Ez a 10-es tömb. Igen, a 10-es tömb a Lánc utcán, de ezt ne nyissuk. És jó, ha vitatkozik. Még egy dolgot. Egy másik aspektus szeretnék adni a vitának. Jó, még egyet, amit, hogy a Pécset két erősség van, az egyik a zene. Ez indokolja a hangversenytermet, hogy itt vannak a filharmonikusok, azért ezt ne felejtsük el. Ők használni fogják ezt a teret, be fogják lakni. Kétségtelen, hogy még más funkciók is vihetők abba, és most az Olira reagálok visszamenőleg, úgy fél órával ezelőtt, vagy negyed órával ezelőtt, amit mondtál, de az, hogy milyen funkciókat telepítünk be, és azt előzetesen számításba vesszük-e, tehát adott esetben egy CD, vagy egy lemezgyárat, vagy egy kiadóvállalatot, ezt ugye azért nem lehet betervezni, mert ez ugyanaz, mint a bálterem probléma. Ugye a Kulturális Bizottságon is hát többször elhangzott, szóval azért az, hogy egy hangversenyterem, konferenciaterem legyen, az még hagyján. De az, hogy még bálterem is, ez keresztbe vágja az eredeti funkciót. Bizony, az operaházban is tartanak bár. Hát lehet, de itt keresztbe vágja, legalábbis a szakértők azt mondják, én nem tudom megítélni. Jó, ezt megengedi, én lezárnám a hangversenyterem vitát, viszont egy... Ennek kapcsán az intézmények működtetése, a létrehozott szervezetek, most én kerülném az intézmény szót, mert az ugye azt jelenti, hogy valamilyen költségvetési szervezetről van szó. Nyilvánvaló, valószínű, hogy egy non-profit KFT az biztosan jobban fogja üzemeltetni, vagy egy részvénytárság. És ebbe az irányba terelném a gondolatot, a kulturális ipar nevű gondolkodásba, amitől sokaknak feláll a hátán a szőr, hogy kerül a kultúra meg az ipar egybe, de azt gondolom, hogy a kulturális ipar az iparszerűen tervezett kulturális tevékenységet jelent. És itt többen is megemlítették, hogy a kultúra az egy iparszerűen tervezhető tevékenység, hiszen egy ilyen működtetés, egy ekkora szervezet működtetés, egy ekkora vagyon, ingatlan működtetése, hát annak tényleg valamiféle gazdasági szabályok szerint kellene történnie, nem pedig intézményi rendszerben. Azért intézményi rendszerben is lehet jól dolgozni, és erre Pécsen bőven vannak példák. De természetesen igaz, hogy egy bizonyos méret fölött a vállalkozási forma, még ha az közhasznú vállalkozás is, akkor is eredményesebb tud lenni. Ezt csak úgy példaként mondtam, de az ipar a lényeg, az ipari gondolkodás, nem? Így van, és ráadásul nem csak egysíkúan kell gondolkodni, hanem összetetten, ahogy például Gretter Zoli is mondta, hogy azon a dizsoni példán okulva, nekünk azt meg kell nézni, hogy melyik helységben, melyik intézményben mi folyjon, illetve milyen kiegészítő tevékenységek vihetők oda. Mert egy része biztosan nem finanszírozza önmagát, de azért minden forint, ami bevételt jelent, az meg kell, hogy ragadjunk, hiszen Pécs városának
ha a költségvetését nézzük, és mint költségvetési bizottsági tag is tudom ezt mondani, akkor az a legnagyobb baja, hogy hatalmas intézményrendszert tart fenn azokhoz az állami bevételekhez képest, amelyeket megkapunk, vagy hát központi forrásokhoz képest, amelyeket megkapunk. Tehát itt még azt is mondhatom, hogy a kultúra finanszírozása az módosulnia kell a következő időszakban, még aszerint is, hogy a központi kötelezettségvállalás valamilyen formában az intézmények szintjére hogyan tud lejutni. Tehát hogyan tud növekedni, ezt meg kell nézni, mert azért az nem működik tovább, hogy az önkormányzatok azért adósodnak el, mert intézményeket tartanak fel. Volt is egy ilyen kérdés, hogy marad-e emellett pénz művészeti produkciók és programok támogatására? Nem akarok állandóan beszélni, csak azért muszáj mondanom, mert az előbb éppen beszéltem arról, hogy az NKA-val, a Nemzeti Kulturális Alappal próbálunk meg együttműködni a tekintetben, hogy legyen. Ez tipikusan a civil szférának a pályázatait karolná föl, illetve bizonyos intézményi ügyeket, mert hiszen azt gondolom, hogy a főcsapást azt le lehet kezelni a Kultúrfőváros programban az állam és a város közötti együttműködési megállapodással, de hát ez messze nem lesz elég, és messze nem fedezi az összes igényt. Igen. Tehát ehhez kapcsolódva, amit az András mondott, illetve a szerkesztő úr is elkezdett mondani, a finanszírozás, hát hogy a 36 milliárd, amiről ugye konkrét ice szó van, a 36 milliárd az úgy nagyjából azért a beruházásokra elég, az én számításaim szerint, hiszen akkor, amikor a pályázat elkészült, mellé voltak rakva a számok, hogy egy-egy létesítmény mennyibe kerül. Ezt, ha összeadjuk, 30 milliárd jön ki, tehát marad 6. Jó esetben, de ha egy kicsit túllépjük, hát ezek ugye általában nem annyira pontos számok. Tehát ez nem a programokra való, ez teljesen világos. Egyébként az idei költségvetésünkben is meglátszik ez a fajta, hogy mondjam, ez a fajta tehertétel, hogy nem tudjuk, ugye most még a beruházásokra sincs semmi pénz, de hát a programokra se nagyon. Márpedig számomra úgy tűnik, hogy bizony ezt a városnak kéne valamilyen módon kiizzadnia, ha az NKA ad hozzá, tehát az alapból kaphatunk erre dolgokat, az nagyon jó lenne, mert pillanatnyilag semmi nincs erre. És az, hogy a civil, tehát én azt gondolom, hogy előre kellene olyan szempontból a városnak szaladni, hogyha a város tudná, hogy milyen programokat fog 2010-ben rendezni, akkor arra könnyebb lenne pályázatot írni. Továbbá, ha a civil szervezetek és mindenféle szakmai grémiumok, akik két cintányért össze akarnak a városba ütni, ez úgy össze lenne gyűjtve, ahogy most már az örökség évére ez történik végül is, de 2010-re is össze lenne gyűjtve, akkor lehetne azt mondani, hogy lehet pályázni az NKA-hoz, vagy akárhova a program finanszírozására. De amíg nem tudjuk, hogy mit fogunk 2010-ben csinálni, addig bizony ez így nehéz. Továbbá, bocsánat, de mivel még idáig a várospolitika nem volt e tekintetben nyitott. Most ugyan polgármester úr meghirdette ezt az átláthatóságot, nyitottságot, azonban szerintem a civil szféra és a szakmai szféra is, beleértve az egyetemet is, fogalma nincs, hogy körülbelül hol van neki a helye ebbe. Hogyan tud ehhez kapcsolódni? Kap ő valamire valamilyen lehetőséget, vagy csak a lehetőséget kapja és finanszírozza saját maga? Tehát ugye ez is nagyon érdekes probléma, hogy mi az, aminek a város a gazdája, mi az, aminek más a gazdája, és ezek az együttműködések a pénzügyi finanszírozásba hogyan csapódnak le. Bretter úgy jelentkezett, és utána, ha nincs más, valamit szeretnék, akkor még azt megvárjuk, és akkor utána lesz egy reklámszünetünk. Most én visszatérnék azért az eredeti kérdéshez, jelesül-e ez az ipari dolog? Arra majd visszatérünk. Na most tehát itt van egy termék, ez a termék a Európa Kulturális Fővárosa. Ez egy termék. Ennek van egy védjegye, egy nagyon magas védjegye, amit megkap az Európai Uniótól. Nekünk ezt el kell adni. A pályázati költségvetésnek előírásszerűen egyébként 20% a marketing költségvetés, egyébként mint minden hasonló értékesítési folyamatban. Mi akkor járunk jól az Európai Kulturális Fővárossal, nyilván, ha programok vannak, az jó, de akkor járunk jól, hogyha ezzel a marketing költségvetéssel meg tudjuk célozni a világot. És ehhez nagyon-nagyon sok minden kell, hogy valóban ez egy,
ez egy értékesíthető termék legyen, amire kapunk egy óriási lehetőséget, hogy mi ezt kivihetjük a piacra. Ez egy olyan engedély számunkra, hogy fogjuk a várost, és kitesszük a világ elő, és azt mondják, gyerekek, vegyétek meg, csúnyán beszélek. Hát nem ezekkel a szavakkal szokás kultúráról beszél. Mondjuk azt, hogy felrajzoljuk a pontot a térképre. De, vagy nagyobb pontot rajzolunk. De ugye valami ilyesmiről beszélünk. Ehhez ugye, és akkor én ezt most nem akarom megnyitani a vitát, nyilván a második részben, vagy a későbbiekben lehet róla szó. De hát, hogy hogyan kapcsolódik például az infrastruktúrális fejlesztés ehhez a dologhoz. Nem tudjuk eladni, ha nem tudnak idejönni és megvásárolni a programjainkat. Ugye, hogyha az autópálya itt van, az rendben van. Hogyha a repülőtér itt van, az rendben van. Ezeken jöhetnek emberek, de ezek nélkül nem lehet a dolgot megcsinálni. És még számos ilyen infrastruktúrális ügyet föl lehet vetni. Még egyszer hangsúlyozom, nekünk ebben tényleg nagyon profi, ha tetszik, marketing tevékenységgel termékértékesítést kell a piacon, a világpiacon végezni. Abszolút egyetértek vele, de én, és nem akarom most másfelé kinyitni a vitát gyorsan, de én azt gondolom, hogy ennek kapcsán, legalábbis amikor ennek majd a működtetési része kerül előtérbe, mert már meg lesz minden, akkor talán eljutunk oda, hogy azt is végig lehetne gondolni, hogy a központi költségvetés és a mondjuk egy ilyen jellegű városnak, vagy egy megyének a központi elosztásban mennyi jut. Én szerintem kevés jut, és ennek a következménye az, amiről a képviselő beszélt, hogy eladósodnak a városok, eladósodnak a megyék, mert nem tudják fenntartani a saját dolgaikat. Olyasmiket, amiket egyébként nem tud átruházni ebben a pillanatban senki másra. Mert hogy fantáziálhattunk, hogy ezt majd ez vagy az, vagy más működteti gyárat csinál rajta, vagy akármit. Egyelőre nincs vállalkozó. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, és ezt valamikor nem lehet már megkerülni, lehet, hogy most még korai. De ebből a szempontból, tehát van egy ilyen költségvetési dolga is, és a másik pedig az, hogy pályázni. Na most... Hát Európában számos olyan nagyszerű projekt működik, amelyik pályázattal, állandóan, évről évre pályázattal működik. Hát ezt nyilván itt is meg fognak tanulni, ha eddig nem sikerült, de lehet, hogy már nagyon tudják jó pályázatot írni, és akkor Európa is hozzájárulhat ehhez. Még egyszer mondjuk, tehát egyrészt ez Magyarország, másrészt egy európai város, és ezért igenis kell nyújtani támogatást, nem várható el egyedül. Köszönöm, most pedig néhány percre elvonulunk. Nem folytatjuk a beszélgetést önök nélkül, hanem önöknek adunk egy kis pihenőt, reklám következik. Hölgyeim és uraim, gondolnák-e önök, hogy évente közel 100 mérkőzést közvetítünk itt a Pécs TV-ben, ahhoz, hogy ez a szám megmaradjon, kommentátorokra van szükségünk. Versenyt hirdetünk tehát, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy mérkőzéseket közvetítsenek és értenek is a sporthoz, kérem jelentkezzenek az itlátható e-mail címen, valamint posta címen az itlátható határidőjük. Fiúk, lányok, gyertek, próbáljátok meg a mérkőzés közvetítést! Igen, a Vizuális Nevelésért Alapítvány ismét meghirdeti Diákfilmfesztiválját. Általános és középiskolások részére. A filmek beadási határideje 2006. március 10. Bővebb információ diákfilmfesztivál.hu.
Az örökség vetélkedő következő témaköre az Európa kulturális fővárosa címet kapta. A témához kapcsolódó 13+1 kérdésből álló Totó a Pécsi Hírek március 8-ai számában jelenik meg. A megoldásokat segítő rövid film március 11-én szombaton délután 16 óra 30 perckor látható a Pécs TV-ben. Ismétlés 12-én vasárnap 17 óra 15 perckor, valamint 13-án hétfőn 16 óra 55 perckor. A megoldott feladatok leadási helye és ideje az Európa Ház portálja, a Mária utca 9-ben, március 16-án csütörtökön 10-től 18 óráig. Befektetne? Érdekli a tőzsde? Naprakész pénzügyi információk a 101,2-n. Friss tőzsde hírek naponta háromszor a Mediterrán Rádióban. Reggel a börze nyitása előtt 6 óra 50 perckor. Délben az ebédszünetben 12 óra 40 perckor, és este a zárás után 17 óra 40 perckor. Figyelje a Mediterrán Rádióval, hogy hogyan alakul a pénzpiac. Mediterrán Rádió 101,2. Új ékszert a zálogházból? Igen, most ráadásul akciós áron. Nőnap alkalmából március 8-áig minden új arany garnitúrához grammonként 4990 forintos áron juthat hozzá az Aurum zálogházban. Mutasd magad! Március 2-a és 12-e között divatnapok az Árkádban. Minden, ami divat, minden, ami trendi, minden, ami új, minden, ami bulis, minden, ami érdekel, minden, ami pörög. Árkád. Középpontban a ritmusunk. A siklósi takarék mindig magasra teszi a mércét. Mit szólna, ha a jegybanki alapkamatnál többet kínálnánk? A siklósi takarék most a 6 hónapra és az 1 évre lekötött betétekre minden megkötés nélkül akár 6,5% fix kamatot is fizet. A siklósi takarék szeretettel várja a betét elhelyezőket pécsi és vidéki fiókjaiban. Kedves nézőink, folytatjuk az iménti vitát. A téma a PR, legalábbis a kulturális PR, és az a PR pedig komolyan ipari résztvevő, tehát a public relations az a gazdaság egyik, manapság egyik legfontosabb része. Tehát továbbra is a kulturális ipar témakörben folytatódik a beszélgetés. Várom az önök hozzászólásait. Szerettem volna reagálni arra, amit az Uli mondott, illetve hát a város eladhatósága, mert a városnak valóban ez egy védjegy az, hogy EKF, Európa kulturális fővárosa lehet 2010-ben. Hát ahogy egy kedves ismerősöm mondta, azt kell csinálni, hogy egy-két nagy durranást kell csinálni. Például ugye a Rolling Stones koncert, most lehet, hogy ez nagyon egyszerű PR, de mondjuk Csehországban Rolling Stones koncert, ez egy hétig róla ír, tehát Csehország megjelenik a nyugati sajtóba, és megismerik annak a városnak a nevet, ez ilyen egyszerű. Egyébként hiába könyörgünk, hogyha rendezünk egy vagy két olyan nagy koncertet, amivel meg, és ezt nyilván nem 2010-ben kéne már előtte, hogy egy kicsit megismerjék a nevünket, ilyen egyszerű ez. Tehát nem kell ebben nagyon sokat. A kulturális iparról, ahogy szerkesztő mondta, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ezt az eseményt ajánlom közben, parancsoljon. Igen, ja, hogy tönkre mentek az LKF-be, igen, azt írja az SMS-ező. Hát bizony, ez benne van a pakliba, mert ez nem kerül kevésbe. Hát reméljük, hogy Pécs nem megy azért tönkre, mert a természetes fejlődés helyett bizony, az Európai Unió által megkövetelt előírások. Valóban, ez többször elhangzik, hogy egyfajta mesterséges városfejlődés, hogy az SMS-re is reagálja. Igen, nyugodtan. Gerjeszt ez a projekt.
hiszen például ez a kitolása a belvárosnak kelet felé, ez önmagában nem történne meg egy természetes fejlődés nyomán, ám de most majd megtörténik úgy, mint egy mesterséges fejlesztés eredménye. Hogy ez jó lesz vagy nem, ezt nem lehet tudni. Nyilván mesterséges. Ugye már is fölmerül a probléma, amit az András mondott, hogy azért kell oda tenni a Balokányba, mert amúgy ott a Zsolnai jár, tehát a Balokányba is